az érdeklődés iráját megpróbálom elvetni ebbe itt a fejekben. Hogyan lehet a fénnyel tömeget mérni? Kovács Tamás, korábbi Fulbright ösztöndíjas, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója ebben a témában tartotta pécsi előadását. A kutató szerint az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb témája a naprendszeren kívüli bolygók feltérképezése. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt 15-20 évben ez egy annyira dinamikusan fejlődő terület a csillagászatnak, hogy akit igazán motivál az e-fajta tudományos ismeretszerzés, az nagy valószínűséggel a csillagászatnak ezen a területén fog elhelyezkedni manapság. A Meet the Scientist program november 11-én érkezett Pécsre. A Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma is bekerült a 9 magyarországi helyszín egyike közé. A program célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése. Ez gyakorlatilag egy olyan tudományos program, ami középiskolás gyerekeket próbál megszólítani olyan egyetemi akadémiai előadókkal, akik az ő nyelvükön érdekessé tudják tenni az adott tudományágat. Ez tulajdonképpen főként természettudományokra vonatkozik. Itt nálunk is most ilyen csillagászati, fizikai előadás lesz, sok érdekes bemutatóval, kísérlettel együtt. Én nagyon bízom benne, hogy amúgy ezeket a mostohán kezelt tantárgyakat még érdekesebbé tudjuk tenni a gyerekeknek. Ugye a mi iskolánk egy természettudományos érdeklődésű intézmény, tehát mi szeretnénk azt, hogyha ennek még nagyobb svungja, még nagyobb lendülete lenne. A programot a Magyar Fulbright Bizottság és a Magyar Innovációs Szövetség rendezte. Az érdeklődők az előadáson különféle amerikai tanulmányi lehetőségekről és ösztöndíj programokról is hallhattak.